Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a háttér a mai műsor vendége Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje, frakcióvezető helyettese. Témánk pedig az országgyűlési képviselőválasztás. Tartsanak velünk! A háttér vendége tehát Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettese. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hamarosan, hivatalosan is megindul a kampány, és az aláírásgyűjtés most is egy utcai programról jön. Mit tapasztal, mennyire kormányváltó a hangulat? Hát nézd, ugye szombaton, ahogy említette, kezdődik az aláírásgyűjtés, hivatalosan is elkezdődik a 2022-es országgyűlési választási kampány. Bár azt szerintem a kedves nézők, választópolgárok érzik a bőrükön, hogy ez a kampány azért már jó ideje zajlik, de hivatalosan a jog erejénél fogva szombaton kezdődik, és nagyon fontosnak tartom, hogy a képviselő ajánlásokat itt Kis Sándor részére is minél előbb és minél gyorsabban összetudják szedni, és kérném is a kedves választókat, hogy ebbe segítsenek Sándornak. Mit az utcai kitelepülésen is, egyébként máshol is az a egyértelmű érzés, hogy az emberek azért most már egy tisztában vannak vele, hogy nem sokára választás jön. Mondhatnám azt is, hogy a csapból is ez folyik minden oldalról, az interneten, a televízióban, a Facebookon, mindenhol, és ezzel azt gondolom, hogy párhuzamosan az utcán is érezhető ez a hangulat. Mindig más persze egy nagyvárosban, egy városban más mondjuk akár Budapesten vagy egy megyeszékhelyen, és más mondjuk egy kis településen. A saját tapasztalatom is azt, hiszen én is egyéni képviselőjelölt vagyok, Tolna egy Szekszárd központú választókerületben 13 kis településsel, hogy azért a falvakban nem mindenki van tisztában azzal, hogy választások lesznek, és annyira talán nem is foglalkoztatja még őket, de hát a kampány pont arról szól, hogy mindenkihez elérjünk, és mi azon vagyunk, hogy mindenkihez, aki csak lehet, akihez csak lehet, személyesen is elmenjünk, kopogtatással, kitelepüléssel, és természetesen a szokásos szórólapújsággal is. Nyilvánvalóan ilyenkor beszélgetésre is van lehetőség. Mit mondanak az emberek? Nagyon nagy az elégedetlenség. Ez nem mindig, az emberek egy része nem mindig azonosítja ezt azzal, hogy a kormány tehet erről, vagy nem. De az a helyzet, hogy akár a kis településeken, akár a városokban élő embereknél egy közös pont biztos van. Például senki nem úgy érzi, hogy 7,4%-os infláció van, volt jelen pillanatban, hanem mindenki azt érzi, amit egyébként az átlag ember, ha bemegy a boltba, érez, hogy 20-25 vagy akár 30%-kal kevesebb dolgot tud megvenni ugyanazért a pénzért, mint egy évvel ezelőtt. És lehet azt mondani persze, hogy most volt nyugdíjprémium, vagy éppen a 13. havi nyugdíj egy részét most utalni fogják. De az a helyzet, hogy a mindennapi fizetésekből, meg a mindennapi nyugdíjakból meg nem lehet megélni. Brutálisan mentek fel az árak, és ez nagyon-nagyon sok embernek és családnak, szinte mindenkit érintően megnehezíti az életét. Ez az egyik tapasztalat. Pedig halljuk, hogy béremelések különféle ágazatokban vannak. Nézze, az nem béremelés, hogyha mondjuk 10%-kal emelkednek a bérek, például akár mondjuk a rendvédelem területén, ha volt ilyen, és azt egy év alatt az infláció elviszi. Az nem béremelés. A béremelés az, amikor reál bérnövekedésnek szoktuk hívni, amikor az embernek a vásárló értékében nő a fizetése. Nem csak a számok, a havi fizetésnek a kimutatási papírján, hanem azért elmegy, és egyébként többet is tud vásárolni. Na, ilyen szempontból jelenleg nem véletlenül mindenki érzi úgy, hogy valami nagyon-nagyon nem stimmel. És hát természetesen ugye volt ez a csirkefarhátas történet, vagy akár az üzemanyag árak befogyasztása is, csak egy ilyen kétségbeesett kapkodása a kormánynak, hogy az emberek pont itt a választás előtt teljesen rágjanak be a kormányra, de azért szeretném mondani, hogy emögött a folyamatok ott vannak. És tévedés ne essék, hogyha véletlenül a Fidesz nyerni a választást, amit én nem hiszek, másnap reggel, vagy egy hónapon belül, vagy egy héten belül ezeket a hatósági árakat ugyanúgy megszüntetni, és majd néz neki mindenki a fejéből. Tehát az egyik, amire akartam utalni, hogy bár a propaganda ömlik mindenhonnan, hogy minden szép és minden jó, azért az emberek a saját életükben látják és érzik, hogy ez így nem stimmel minden, amit látnak és hallanak. A másik az igenis
érzik az emberek, és bántja őket, és idegesíti, zavarja, az a mérhetetlen korrupció, ami naponta egyébként most már újabb és újabb ügyekkel napvilágra kerül, vagy éppen a minap ugye például újra az Elios ügynek az aktája, a teljes aktája a nyilvánosság elé kerültek, ahol konkrétan a miniszterelnök veje és az ő cége és az ő cégei gyakorlatilag mind 28 településen összejátszottak azért, hogy az Európai Uniós meg a magyar pénzeket elcsalják, kijátszák, és tudja, nekem azért külön szomorú ez az ügy, Szekszárd is érintett az én városom, mert nem csak, hogy a pénz eltűnt, nem csak, hogy utána Orbán Viktor úgy döntött, hogy az Unió nehogy megbüntesse minket, a magyar költségvetésből újra kifizették ezt a pénzt, tehát visszafizették az Uniónak, azaz a magyar adófizetők még egyszer kifizették ezeket a lámpákat, hanem a végén olyan pocsék minőségbe csinálták meg, hogy Szekszárdon is folyamatosan törik, össze, zúzzák össze magukat az emberek a járdán, a gyalogos átkelőn, balesetek vannak, mert nem látni. Én azt gondolom, hogy ez az ügy egymagában azt mutatja, hogy ilyen emberekre szerintem nem lehet bízni az országot. De hát azt is mondják, hogy az önkormányzatoknak is van felelőssége, mármint ők mondják. Ez mind fideszes önkormányzatok, természetesen ez máshogy nem lehetett volna lemutyizni. Szekszárdon hangfelvétel bizonyítja, hogy a jelenlegi egyébként ellenfelem országgyűlési képviselő, akkor még polgármesterként is, a kiírás előtt már a fideszes képviselőtársaival arról beszélt, hogy ez a lámpafelújítási dolog hogy lesz, és ebből kinek hogy lesz pénze. Még ki se írták a pályázatot, tehát ha valami lebuktatja, hogy ez igenis egy központból vezérelt, és még egyszer mondom, maga a Fidesz és az önkormányzatok, illetve ilyen szempontból az országos kormányzati rendszer is részese ennek, az azt mutatja, hiszen honnan tudhatná egy vidéki polgármester, mondja meg nekem őszintén, hogy majd két hét múlva, vagy egy hónap múlva, vagy két hónap múlva mit fognak írni, és annak milyen feltételei lesznek egy minisztériumba, ha nem úgy volt, hogy ezt súgták előre. Szóval ez csak egy ügy, csak azért akartam kiemelni, mert itt nem csak arról van szó, hogy eltüntették a közös pénzünket, hanem arról, hogy közben még az emberek életét és testi épségét is veszélyeztetik, és ez se drága senkinek. És utolsó mondat, mondja meg nekem valaki, például a Szekszárdon 750 millió forintba került, mikor lesz ezeknek a városoknak még egyszer annyi pénze, hogy ezt a pocsék minőségű világítást egyébként rendbe tegyék. Na, egy ilyen van, sok ilyen van, egyet emeltem ki. Ez is nyilvánvalóan irritálja az embereket, és ez az utcán is visszajön mindenhol, mert tudják, hogy ez a pénz az ő zsebükből került ki. És lesz ennek valami következménye, vagy ehhez kell a kormányváltás? Mindenféleképpen kormányváltás kell, hiszen ez az ügy is, ha már itt vagyunk az Eliosznál, ezt úgy zárt el az ügyészség ezt az ügyet, mint mi sem történt volna. Több száz oldalnyi dokumentum van, ott vannak az e-mailek, hogy hogyan játszottak össze, ott van a szekszárdi hangfelvétel, ahol maguk az érintettek elmondják, hogy fogják lemutyizni. Ott van a végösszeg, és ott van ugye a világítás, amit mindenki lát, hogy milyen minőségbe végezték el, és erre a magyar ügyészség azt mondja, meg a rendőrség, hogy ezzel minden rendben van. Én akkor is úgy fogalmaztam, hogy akik ezekben a nyomozásokban részt vettek, és lezárták ezeket a nyomozásokat, azok szégyent hoztak az esküjükre, és szégyent hoztak a saját egyenruhájukra, és ennek biztos, hogy meg kell legyen a következménye, de ennek csak akkor lesz következménye, hogyha a kormányváltás lesz, és én azt szeretném egyébként, hogy a következő kormány például ezeknek a városoknak segítsen is rendbe tenni ezt a dolgot, mert nem nézhetjük tétlenül, hogy a saját polgáraink, a saját idős embereink, a saját gyermekeink, unokáink össze-vissza törjék magukat, meg üssék el őket a városközpontba egy gyalogos átkelő, mert annyira nem lehet látni. Nem akarok nagyon leragadni ennél a témánál, csak azt gondolom, hogy nagyon plasztikusan bemutatja, hogy micsoda az emberség zajlik egy csomó területen ebben az országban, és ebből bizony most már főleg 12 év után nagyon sok mindenkinek elege van. Miközben ugye a legenda az volt, hogy 2010-ben is, hogy legyőzzük az államadósságot, az államadósság magasabb, mint valaha volt, hogy legyőzzük az infláció magasabb, mint a pénzromlás, mint valaha volt. Én emlékszem, még Orbán Viktorék azt mondták, hogy ha 300 fölé megy az euró, akkor annak a kormánynak le kell mondania, most 360-70 forint. Tehát azt is halljuk, hogy rekordévet zárt a magyar gazdaság, ezt mondják a tavalyi évről. A tavalyi év semmiképpen nem tudott rekordévet zárni a magyar gazdaság, hiszen egy óriási 6%-os zuhanás történt előtte a Covid első évében, 2020-ban. Tehát egy óriási
gazdasági összeomlásszerű csökkenés volt 2020-ban. Na most ahhoz képest, mert mindig az előző évhez képest nézzük a számokat, nőtt a gazdaság, az annyit jelent, hogy nagyjából elérkeztünk a válság, tehát a Covid válság előtti időszakhoz, nagy nehezen visszakúsztunk oda. Azért ez a sikerpropagandának annyira nem ágyaz meg, ennyit tudnék mondani, meg hát ha így is lenne, akkor nem küzdenénk ezzel sok mindennel, amiről az előbb beszéltem. Még egyszer mondom, pénzromlás, infláció, a forint romlása, a pénz elértéktelenedése, és hát nézzünk körül. De most őszintén, hagyjuk is ezeket a nagy dolgokat. Hát csak van valakinek a családban egy pedagógus. Csak van egy ápoló, egy rendőr, egy tűzoltó. Hát beszéljen már velük, hogy abból a pénzből, amit a magyar állam a saját szolgáinak ad, akik az embereket szolgálják, mert vagy az egészségüket, vagy a biztonságukat védik, vagy tanítják a gyerekeiket, hogy azok mennyi pénzt visznek haza, és abból meg lehet-e ma élni. Hát egészen elképesztő, nem kell egy nagy összefüggés, meg óriási kampányszövegek. Tessék beszélni azokkal az emberekkel, akik évtizedek óta ezt az országot szolgálják, hogy 12 év Fidesz kormányzás után mi a véleményük. És a döntő többsége azon hezitál, hogy elhagyja a pályáját, ha még teheti. Nyilvánvalóan egy bizonyos idő után, meg bizonyos körülmények között nem tehetik meg. De az oktatási rendszer ilyen szempontból pont a tanárhiány miatt is összeomlás szélén van. Nyugodtan beszélnek rendőrökkel, tűzoltókkal, hogy olyan létszámhiány van, hogy az most már tényleg veszélyezteti a tisztességes feladatellátást is. És beszélnek, be se engedik a médiát, gondolom önöket sem a helyi kórházba, hogy ott mi zajlik. De azért ebbe a Covid helyzetből 42 000 honfitársunk halt már meg. És Európa legrosszabb számait produkálja a magyar kormány, ha azt nézzük, hogy hány ember életet tudott megmenteni, vagy hány ember életet veszített el. De a média nem mehet be, és nem mutathatja meg, hogy mi van a kórházakban. Tudja, mi van? Lehet, hogy van dupla, vagy tripla, vagy négyszeres áron megvett lélegeztetőgép. Csak nincs mellette ember, aki tudná kezelni. Hogy egy ápoló, az ápolók, ugye most volt is egy nyilvános, végre egy bátor ember, aki kiállt és elmondta, hogy olyan szolgálatbeosztásban vannak, tehát olyan munkarendben vannak, amik már tényleg nem is emberiek. Tehát ez a minden nap 12 órázunk pihenőnap nélkül, mondjuk bruttó 250 000 forintért, hogy? Miközben egyébként, ha bárki erről a területről csak egy picit nyugatabbra megy, de most már lassan keletebbre is, akkor ennek a másfél-kétszeresét, vagy a háromszorosát, négyszeresét megkeresi. Szóval ezek azok a nagy gondok, amik nincs olyan család, akit ne érintene, mert előbb-utóbb egészségügybe el kell menni. A gyerekeinket ugye nem nézhetjük végig, hogy nem tudják felkészíteni az életre, vagy akár egy egyetemre, vagy akár egy szakmára. És azt gondolom, hogy azt is, főleg itt Borsod megyében, mindenki a bőrén érzi, hogyha a közbiztonság helyzetét mondjuk az állam maga, a rendőrség előbb-utóbb nem tudja kezelni. Itt van felelősség az államnak, és itt van nekünk nagyon konkrét vállásunk. Például, és azért vagyok én ma itt ilyen fórumon és ilyen beszélgetésen veszek részt, hogy a rendvédelmi dolgozóknak elmondjuk, hogy nekik mit kínálunk, hogyha április 3-a után kormányváltás lesz. Én azt gondolom, nekik ez már konkrétan mentőv lesz. Kérdéseket egyébként ma lehet feltenni, akár korrupciógyanús ügyekben, vagy bármi másban egy ellenzéki képviselőnek? Mennyire kapnak erre választ? Kérdezem ezt azért is, mert nagyon sok minden az, amit évekre titkosítanak, például itt említette a járványkezelést, hogy azt is tudjuk, hogy az operatív törzs döntéseihez sem lehet majd hozzáférni. Így van, minden fronton harcolunk. Újja István képviselőtársam ugye pont a járványügyi adatok igyekszik most már lassan kiperelni, ez is egy nonsens. És hát ugye azt a nagyon sarkalatos kérdést, hogy akkor a kínai vakcinát a 60 év fölöttieknek mi alapján adták be? És van-e felelőssége, vagy lesz-e megállapítható felelőssége annak, aki ezt a döntést meghozta, ha kiderül, amit lehet sejteni, hogy egyébként valódi klinikai tesztek nem bizonyították, hogy sőt, talán az ellenkezőjét bizonyították, hogy a fölött nem biztos, hogy hatásos, miközben emberek azt hitték, hogy védve vannak. De ugyanilyen, amit most éppen a frakcióvezetőnk Tóth Bertalan perelt ki az MVM-től, a Mátrai erőműnek az ügye, amit Mészáros Lőrinc egyszer csak megvett, aztán visszaadta az államnak egy óriási haszonnal, és milliárdokat, 10 milliárdokat zsebelt be már megint rajta, hogy ott ki is, mikor és milyen döntést hozott.
Ugyanilyen volt egyébként a rezsicsökkentés alapjául szolgáló gázimport. Hogy az emberek kevésbé értik, hogy ennek a fix árnak akkor van előnye, például most van, ez tény is való, amikor a világpiaci árak magasabbak, most nem kell többet fizetnünk. De arról nyilván nem volt szó az elmúlt időszakban, hogy 5 éven keresztül a magyar emberek drágábban kapták a gázt otthonra a fűtésükhöz, meg az áramot is, mint amennyit kellett volna fizetni érte, mert az a hatósági ár, ez akkor is hatósági ár, ha többet kéne fizetni, még akkor is, hogyha kevesebbet. És 5 éven keresztül az emberek többet fizettek, és többet vettek ki a magyar állam a zsebükből, mint amennyit kellett volna nekik egyébként fizetni. És ezeknek az adataihoz is igyekszünk hozzáférni. Tudja, az a szomorú, hogy országgyűlési képviselőként törvény garantálja, hogy amit minisztériumnak mi fölteszünk, írásbeli kérdésnek hívják kérdést, arra 15 napon belül, ez van a törvényben, 2/3 törvényben, érdemi választ kell kapjunk. Ugye a legszégyen teljesebb most már a Völner ügyel kapcsolatban, ahol a végrehajtó maffia is, mint kiderült, folyamatosan, rendszeresen, üzletszerűen kenőpénzt adott át az igazságügyi államtitkárnak, aki azóta le is mondott, és ugye ennek a nyomozásnak a titkos hangfelvétele, vagy a lehallgatási jegyzőkönyvei minden most már nyilvánosság előtt vannak, hogy ebben az ügyben is az látszik, hogy nem engednek kérdezni minket, ahogy említette. Ugye ott elhangzik egy olyan mondat Völner Pál szájából, hogy az EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztérium, ez pont az egészségügyért meg az oktatásért is felel, hogy az egy trágyadomb, most szó szerint idézem az államtitkárt, és ott ilyen lusta, semmihez nem értő emberek ülnek. És most szerettük volna megkérdezni Kásler urat, a minisztert, hogy mit szól ahhoz, hogy egy saját kormánytársa ilyeneket mond a tárcájáról, és erre az lett a megoldás, hogy Kövér László házelnök egyszer megtiltotta, hogy ezt a kérdést föltegyük. Tehát tényleg most lassan az 50-es években örüljünk neki, hogy egyáltalán vagyunk. Törvény garantálja nekünk, őket meg törvény kötelezi, hogy kérdezhetünk és nekik válaszolniuk kell. Ma már ez sem számít, és tényleg azt tudom mondani, hogy ezen csak a április 3-ai választást tud változtatni, ez tény is való. Röviden meg lehet azt fogalmazni, hogy mit kínálnak önök, tehát mire számíthatnak a lakók, a magyarok? Én hadd térjek ki egyre, ami miatt ma is itt vagyok, és szeretném is az üzenetet, hogyha el tudna hangozni, ami a rendvédelemnek szól. Egyrészt álltam az embereknek, nekünk az egyik fontos programpontunk, pongyolán megfogalmazva, de hogy mindenki értse, a falu rendőr program, tehát az, hogy az a körzeti megbízotti hálózat, ami volt egyébként a régi szép időkben. Azért hívjuk falu rendőrének is, mert a lényege az, hogy minden településnek meg kell legyen a saját rendőre, aki ott lakik helyben. Most nyilván, hogyha nagyon pici a falu, akkor 2-3 falunak, de ez igaz arra is, hogy a város részeken belül is ott lakó, az embereket ismerő és az emberek által ismert körzeti megbízottnak kell lenni, akit, hogyha baj van, meg lehet keresni, és aki, ha baj van, pontosan tudja, hogy kit kell keresni, ha érti, mire gondolok. És nem a készléti rendőrség különböző alakulatai idejönnek kis busszal, járőröznek kicsit a városba, visszajönnek a buszba, és elmennek, és azt se tudták konkrétan, hogy vajon hol is voltak. Ez így nem közbiztonság, ez így nem rendészet. Ez egy nagyon fontos ígéretünk a kis településen élőknek is, de a városban élőknek is, hogy visszakapják azt, hogy lesz egy biztos pont az életünkben. És ezt a kell létszám átcsoportosítása és új rendőrök felvételével akarjuk garantálni. Ami az állománynak szól, és szerintem nagyon fontos, az egyrészt az illetmény rendezése. Az ő illetmény alapuk, ami a bizonyos szorzókkal a fizetésüket kiadja, 2008 óta, még egyszer mondom, 2008 óta nem volt megemelve. Ez teljesen tartatlan, és szeretnénk egy igazságos, sokkal jobb illetményrendszert is hozzátenni. Az ő béremelésük elkerülhetetlen. Olyan leszerelési hullám van, hogy nem tudom, hogy azt ön tudja-e, de ma megint a Covid rendelettel van megtiltva, tehát a Covidra hivatkozva megtiltva rendelettel, hogy a rendőrök leszereljenek. Mert pontosan érzi a kormány is, hogy akkora a baj, hogy megint tömegesen mennek el az emberek. És két nagyon fontos ígéret van az állománynak még. Egyrészt a mostani szolgáltató teljesítőknek mi vissza fogjuk hozni a szolgálati nyugdíjt. Nem úgy, mint előtte volt, de azt gondoljuk, hogy meg lehet találni azt az egyensúlyt, ami kifejezi azt, amilyen munkát nekik végezniük kell. Nem csak hogy egy hivatás, de ők ugye az életük testi épségük veszélyeztetésével végzik ezt a munkát.
És nem csak a rendőr, a tűzoltó az, aki nap mint nap, gondoljunk bele, hogy milyen lelki és fizikai megterhelés nem csak a tüzet oltani, mondjuk egy roncsból kivágni egy embert, hogy azok milyen nyomokat hagynak, ezt nem lehet 40-50 éven keresztül csinálni, se fizikailag, se lelkileg. És nincs még egy olyan népeszű ország a világon, ahol nincs szolgálati nyugdíj rendszer. Tehát vissza fogjuk adni a szolgálati nyugdíjrendszert a már bent lévőknek, és ettől azt is várjuk, hogy több fiatal szereljen fel, mert valódi életpályát kapnak, normálisabb fizetést, és a végén, a fényt az alagút végén, hogy egyébként, ha ezt a kemény hivatást választják, akkor ezzel szemben kedvezményt is kapnak, és a már nyugdíjba ment rendvédelmiseknél, akiktől a Fidesz egy tolvonással elvette a már meglévő nyugdíjukat, az a szolgálati járandóságosoknak hívják őket, nekik pedig vissza fogjuk adni pont ugyanúgy egy tolvonással a szolgálati nyugdíjas státuszukat, és engedni fogjuk, hogy dolgozzanak a nyugdíjuk mellett, mert még ezt is tiltja a jelenlegi kormány. Végezetül beszélünk arról, hogy a jelöltek személyeit, Kis Sándorra gondolok a Borsod megye 3. számú választókerületében, és a miniszterelnök jelöltjükre, hogy mennyire ideális jelöltek ők. Hát a legideálisabb jelöltek, hogy a miniszterelnök jelöltre most aztán teljes fideszes ösztűz van, ezt mindenki látja. Sajnos gyomorforgató az, ahogy az ő egy-egy félmondatát vagy szavát kiragadják, és akkor egy teljesen hazug narratívát fölállítva, nem tudok más mondani, hazugnak reggel, délre meg este, és ez megy az interneten, megy a magyar állami televízióba is mindenhol. Nem véletlenül dobta be Márki-Zay Péter, hogy ő 1 millió forintot kínál, most már 6 milliónál tartunk, minden egyes ilyen hazugságnál, a rezsicsökkentésről szóló hazugság, hogy el akarjuk venni, nem fogjuk elvenni, marad a rezsicsökkentés. A határkerítésről szóló hazugságnál senki nem akarja lebontani a határkerítést, marad a határkerítés. És azt mondta, hogy ha bárki ténylegesen be tudja mutatni, hogy ő ezt mondta, és nem egy manipulált, megvágott felvételt, hanem hogy ő azt bejelenti, hogy ő ezeket mondta, az 1 millió forintot kaphat, a mai napig nem jelentkezett még senki ezekért a pénzekért. És mind Kis Sándorról, mind Márki-Zay Péterről el tudom mondani, hogy azért is a legjobb jelöltek. Mert Magyarország egyik legnagyobb politikai innovációjaként tavaly mi megcsináltuk az előválasztást. Én is azt tudom mondani a saját ellenjelöltemről, meg magamról, és ezt is raktam ki. Ez volt az egyik legnépszerűbb posztom az utóbbi időben, az emberek is azt gondolom értik, miről van szó, hogy engem az emberek, engem a szekszárdiak, Kis Sándort az ószdiak és az ósz környékiek választották ki képviselőjelöltnek. Az én ellenfelemet, meg az ő fideszes ellenfelét, meg Orbán Viktor jelölte ki. Minket itt a helyi emberek éreztek érdemesnek arra, hogy képviseljük őket, és ez egy óriási erő, azt gondolom, és a politikában ugye sok mindenről szólhat az alkalmasság, de a legfontosabb az, hogy az emberek többsége bízzon bennünk, úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, és Márki-Zay Péter is vastagon megnyerte az előválasztást az országos második fordulóban, ez a garancia arra, hogy a legjobb jelölteket választották ki, hiszen az itt élők, önök az ószdiak és az ósz környéki emberek választották. Köszönöm szépen, hogy itt volt, jó munkát önnek. Köszönöm szépen. Ez volt a Háttér, ezzel a magazinnal legközelebb hétfőn este 7:30-kor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!